2008. november 1-e a felvidéki foci fekete napjaként vonul be a sporttörténelembe. A dunaszerdei Dac és a pozsonyi Szlovan dunaszerdei mérkőzésén ezen a napon máig tisztázatlan indokkal rohamrendőrök törtek a Dac szurkolói számára fenntartott egyik szektorba, és válogatás nélkül verték a szurkolókat. A rendőrség akkor a rendőrök elleni provokációról beszélt, de azóta sem mutatott be semmilyen bizonyítékot, amely ezt az állítást alátámasztotta volna. Azon a napon a Szlovan szurkolói voltak teljesen megvadulva. Már a mérkőzés előtt folyamatos rendbontást végeztek, és a mérkőzés alatt is folyamatosan provokálták a rendőröket. A Dac szurkolói békésen vonultak a mérkőzésre, és a stadionban is csupán szurkoltak, nem adtak indokot a rendőrtámadásra. A szurkolóverés 10. évfordulóján a Dac vezetése beszélgetést szervezett néhány akkori játékossal és a szurkolókkal az újjáépített stadionban. Hát az biztos, hogy ez egy nagyon nagy ilyen fordulópont volt a klub életében, és nem csak a klub életében, de mondhatom azt a városnak, illetve a Dac szurkolótábor, de ugyanúgy a felvidéki magyarság életében, mert ami addig olyan elképzelhetetlennek tűnt, hogy tényleg ilyen nyílt támadás érhet bennünket, az itt megtörtént, és akkor sok mindenkinek felnyitódott a szeme. Én csit voltam, én a szembetűbőről néztem a történéseket, és azt nem lehet elfelejteni. Fontos az emlékezés, de fontos az is, hogy emlékeztessük azokat a szurkolókat is, akik mondjuk nem régiben kezdtek el Dac mérkőzésre járni, mert ez egy szomorú momentum, de a Dac történelmihez tartozik. Emlékeztessük egyrészt saját magunkat is azzal, hogy ezen a sporteseményen milyen brutális rendőrattak történt, de emlékeztessünk mindenkit, beleértve az állami szerveket is, beleértve minden foci szerető embert, hogy ilyenre soha többé ne kerüljön sor, semmi Dunaszerdahelyen, sem pedig bárhol az országban, a nagyvilágban. A szurkolók többsége nem értette, hogy mi történik, hiszen nem követtek el semmit, amivel okot adhattak a támadásra. A stadion nagyon megtelt, és kvázi a belépésnél rendőrök mutatták az iránt, hogy hol van még szabad hely. Úgy keveredtünk mi is a stadionnak arra részére, az az ominózus szektor, ugye, ahol aztán kitört a rendőri brutalitás. Én biztosan tudom állítani, hogy semmiféle dobálás nem volt a rendőrök irányába. Tényleg a szlovan szurkolói dobálták be a görög tüzeket, a semmiből váratlanul megindult a rendőratak. A visszaemlékező beszélgetésen jelen volt a csapat akkori kapusa is, aki arról mesélt, hogyan élték meg a csapat játékosai és ő maga a váratlan történést, amikor a mérkőzés 17. percében megszakították a játékot a rendőrtámadás miatt. Ezután a mérkőzés után néha úgy éreztem, hogy nem vagyunk annyira mi sem biztonságban a pályán, úgy, ahogy a szurkolók se a lelátókon, úgyhogy mindenképp egy tragikus dologról beszélünk, és ez egy olyan pont volt szerintem a klub életében, a játékosok és a szurkolók életében is, amit soha nem fogunk elfelejteni. Hosszú évek után ez volt az egyik legnagyobb derbi mérkőzés itt a Dac stadionban. Mi is kicsit idegesebbek voltunk, mint szoktunk lenni. Ez szerintem látszott is a játékunkon, de szerintem ezután a 17. perc után már aztán senki sem tudott úgy koncentrálni, hogy szeretett volna. Pázmány Péter, a város akkori polgármestere. 5 évvel az esemény után így foglalta össze, mi is történt valójában azon az estén a Dac stadionban. Akkor a szlovákiai magyarság egységes volt, tehát egységesen politizált, annak ellenére, hogy a pártban különböző nézetek uralkodtak, de mégis egy sikeres időszakát érte a szlovákiai magyarság. És ha nem is közvetlenül, de közvetve ez a megfélemlítés, figyelmeztetés volt a szlovákiai magyarok részére, hogy hát nem használjuk jelképeinket, ne hordjuk a stadionokba a piros-fehér-zöld zászlót, ne zúgjon a Real Hungária. Ez nem is a futballnak szólt, hanem az itt élő magyarságnak volt egy figyelmeztetés, hogy eddig és ne tovább.